Sziasztok! Érdekes időket élünk. Ugye ez a legnagyobb kínai átok, amikor azt mondja a kínai neked, hogy azt kívánom, hogy élj érdekes időkben. Hát ez megtörtént, nem tudom, hogy ők kívánták-e nekünk, vagy pedig hát mit csináltuk magunknak minden esetre. A mostani kóstoli hold az pont ilyen, és az benne az izgalmas, ugye ennek az egésznek az a címe, hogy kóstoli hold, szövetségkötések vagy rombadöntés. És lehetett volna egy sokkal bombasztikusabb címet adni neki, diplomácia vagy harmadik világháború. Konkrétan ez a telihold, ez ezt jelenti. Hála a jó Istennek, a teliholdak általában előre hatnak. Tehát nem utólag, hanem előre, de hát természetesen a következő, tehát én ezt mindig ablakként képzelem el, tehát pont olyan, hogy nyílik egy ablak és becsukódik, de ez most egy baromi veszélyes időszak, és a saját életünkben is baromi veszélyes, mert valóban azt a kérdést tesszük föl magunknak, hogy most megint hadakozunk, verekszünk, vagy pedig megpróbálunk normálisan kiegyezni. Sokkal érzékenyebbek vagyunk, én magam is, tehát egészen elképesztően fel tudok háborodni olyan dolgokon, amiket, hogyha nem lenne ennyire kiélezett, amúgy is körülöttem a téridő, és nem lennék ennyire fáradt, akkor valószínűleg le tudnám reagálni jobban, de nincs kedvem lereagálni. Ez benne a furcsa. Tehát, hogy eljutok nagyon sokszor odáig, hogy kapja be mindenki. Ha nem tetszik, akkor nem, de én nem, tehát nem kötök szövetségeket érdekes módon, pedig nem ártana néha azt is. De tényleg az van, hogy az ember eljut egy pontig, amikor azt mondja, hogy na jó, akkor kapja be mindenki. És körülbelül itt tart a világ. Tehát mondom, ezt a gyönyörű címet találtam ki, ahelyett, hogy most sokkoljalak benneteket, hogy most akkor tényleg itt vajon a diplomácia nyer-e, vagy pedig a teljes rombolás, a teljes szétzúzása mindennek, ami van. És az az igazság, hogy gazdaságilag ez a szétzúzás, ez abszolút megkezdődött. Megkezdődött a Covid-dal, gyerekek, ugye? Tehát a plandémiával, ami tulajdonképpen az első lépés volt arra, hogy teljesen szétzúzzák azokat a kereskedelmi útvonalakat, azokat az együttműködéseket, szerződéseket, amiket a világ az elmúlt ahhoz képesti 60 évben, tehát a második világháború után kialakuló új világrendben kialakított magának. Ezt szétzúzták 2 év alatt, aztán kitörették ezt a háborút, gyakorlatilag addig piszkálták az oroszokat, amíg visszacsaptak. Az igazság az, hogy döbbenetes számomra, hogy a nyugati sajtó mindig unprovoked, tehát hogy kiprovokálás nélküli incidensről beszél, soha semmi nem kiprovokált, és pont a napokban mondtam valakinek, hogy az igazság azon múlik, hogy hol kezded el a történetet. Tehát melyik pontján, a folyamatoknak melyik pontján kapcsolódsz be, és mondod azt, hogy innentől kezdve ez igazságtalan, vagy innentől kezdve ez egy provokálatlan háború. Hát nem, mert az elmúlt 20 évben gyakorlatilag másra csináltak, csak az oroszokat provokálta a NATO például. Na mindegy. Egyébként, mert hát ez van, tehát ugye van ez a mondás, hogy a természet nem tűri a vákumot. Igen, állandóan puhatolózni kell, hogy ki az erősebb, ki a gyengébb. A természetben pontosan így van. Jön a poloska, és hogyha nem csapod le, akkor be fog költözni hozzád a kedvből ide. Én most hadakozom egy-kettővel, de hát ez de minden ősszel így van, hogy keresnek búvóhelyet, és persze bejönnek. És akkor lecsapom őket. Na most, ha nem csapnám le őket, akkor persze beköltöznének, és akkor bemennének a virágcselepek alá, meg minden, és ott kihúznák a telet. És ugyanígy van, tehát, hogy ha én visszacsapok, akkor lehet, hogy egy idő után nem jönnek be, bár annyi eszük nincsen, tovább fognak próbálkozni, hát körülbelül ilyen a nyugat is, hogy folyamatosan próbálkozik, és csodálkozik, hogyha lecsapják. Tehát egyszerűen az ember ezt megáll. Na, nézzük meg a téridőt, ugye a teli hold az október 17-én 13 óra 26 perckor indul, vagy hát akkor pontosodik be. Ismét egy olyan teli holdról van szó, amit nem tudunk tételesen nyomon követni az égbolton, mert nappal lesz. Tehát mondjuk Hawaii-ban lehet majd látni a teli holdat fölkelni, tehát vagy fönt lesz. És valahol a keleti parton, hát 6 óra múlva, igen, ott éppen ki fog emelkedni a tengerből mondjuk a hold. Minden esetre a téridő pillanat izgalmas a számunkra, bak aszcendensünk van, tehát egy kemény, következetes helytállás szükségeltetik ennek a téridőnek a megéléséhez. Talán emlékeztek rá, hogy napokkal ezelőtt volt ugye a nap Chiron opozíció, nap Jupiter trigon. Nyomokban még ott van, de ez már tág és távolodó, nem is fogjuk ezt még egyszer megnézni, hanem érdekesek még mindig a konjunkciók, ugyanis önmagában is nagyon durva az, hogy a hold
az Eriszen van, a nap pedig a Junon. Milyen érdekes, hogy pont a nap, ugye a mundán asztrológiában a nap az uralkodó, tehát mint hogy az uralkodó keresné itt a szövetségeket. Önmagában a mérleg a szövetségkötésnek, a diplomáciának, a párkapcsolatoknak, az emberi kapcsolatoknak a jegye, ugye az egyetlen tárgy az állatövő, hűvös, tartózkodó, okos, értelmes, érzelemmentes működés lesz lehetővé, a Juno pedig ugye a First Lady, a hivatalosan felvállalt, mások között is felvállalt komoly párkapcsolatok, és a szövetségek kisbolygója. És ezzel szemben a kosholddal, ami meg egy nagyon militáns, hogy mondjam, egy túlfűtött militáns, agresszív hold, ez a nép, egyébként a körbenézve, akkor azt látod, hogy tényleg itt a Facebook fotelhuszárok, azok most már lincselni akarnak, tehát elképesztő, tehát tényleg, még az a szerencség, hogy ezek ilyen gyíkválló pöcsfejek, akik gyakorlatilag fel voltak mentve tornába, ugyanolyan tajgatos pozitívak, mint amit láttunk az Európai Parlamentnek a zöld és liberális képviselői között. Az egyetlen különbség ugye ez az emberverő kommunista, akit beválasztottak most a kommunisták közé, hogy elkerülje ugye a büntetést, az egy viszont egy draba, egy hatalmas, nagy válló hölgy, tehát mindegy, röhely, tényleg nagyon röhely, és azt látod, hogy ez a hold, ez nem csak az Eris-szel áll együttű pontosan, ugye a drasztikusan megváltozó külső körülményekkel, hanem a sötét hold Lilith-tel, ami a Lilith mitosznak a középső mozzanata, amikor Lilith már elment az édenkertből, Isten utána küldi három angyalát, és azt mondja neki, hogy most még visszajöhetsz, de engedelmességgel tartozol. És Lilith nem megy vissza, hanem azt mondja, hogy magamra veszem inkább Jáve átkát, ami úgy szól, hogy ne legyél sose boldog, sose tudjál gyereket szülni, féljenek tőled, legyél a keresztútak elátkozó démona, és Lilith nem megy vissza, tehát magára veszi Jáve átkát. Tehát mit is jelent a sötét hold? Az átok magunkra a vétele. Egy picit ez a le van minden tojva, nem érdekel, utána a víz az öntet. Ezt a fajta viselkedési módot is képviseli, meg azt, hogy annyira meg vagyok győződve a magam igazáról, hogy nem érdekelnek a következmények, akkor is azt fogom tenni, amit kitaláltam, és amit jónak tartok, helyesnek tartok. Ez rohadtul veszélyes, azt kell mondjam, tehát ez tényleg a forradalmi hangulat, ez tényleg a törészúzás, és ráadásul ugye a drasztikusan megváltozó külső körülmények miatt ez exponenciálisan felerősödik. A két erős nő abszolút együtt halad még mindig, ugye, nagyon érdekes lesz, mert ugye itt egy analitikus alakzat is kirajzolódik, majd rögtön mutatom, de alapvetően ez a téridőnek a minősége, tehát egy szövetségkötés, egy diplomáciai erőfeszítés áll szemben a minden mindegy, le van tojva minden, romboljunk annál rosszabb, annál jobb, minél rosszabb minőséggel, és ez egyértelműen a csőcseléktől jön, ugye nem véletlen, hogy nekünk a népszavunk az a nap, hajaz. Tehát a nép a nap, a nép az uralkodó, hiszen annak idején a királyokat közfelkiáltással nem csak a rendek választották, tehát a rendeknek kellett megválasztani, de a népnek igazolnia kellett. Tehát a nép és a nap analógia a magyar nyelven nagyon erős. Mi van mondjuk a németeknél? Folk, vagyis falka. Ezen érdemes ezen a különbségen elgondolkozni. És még annyi érdekessége van ennek a Skorpió MC-nek, tehát a jövő hivatás, illetve a karrier, az megint hát egy kicsit ilyen alvilági dolgokkal van telítve, ugye ennek az MC-nek az ura itt van a Plutó, az egyes házas Plutó, ami azt jelenti, hogy az életutunkban ott van az a hát rejtett hatalom, erő és transformációs képesség, ami vezérelni fogja ezt a jövőt, ami meg ott van a Merkur. Tehát az megint a jövő érdekében, igenis tárgyalni kell. Ez alapvetően ott van, bár ez a Merkur érzelemmel telített, és itt azért érdekes a dolog, mert ugye a nap az még a diplomata, a Merkur viszont az érzelmektől túlfűtött, bosszúálló, féltékeny archetípus éppen ebben a téridőben. Na nézzük, az egyik nagyon érdekes alakzatunk, ami azért érdekes, mert ugye a Mars a rákban uralja ezt a teliholdat, az egy kardinális T-kvadrát a jegyek 23. 25. fokán, nem tudom, hogy ott csinálom, hogy minden látszódjon, ez egy kis jó, talán így látható, és ugye, tehát ez majd lesz egy másik alakzat, ami meg a 20
5-26 fok környékén van, tehát az Orbis határ másik oldalán, ezért nem egyszerre mutatom a kettőt, mert gyakorlatilag ez túltág lenne, hogy a két alakzat egybeforjon, de a teli hold tulajdonképpen egybeforrasztja mind a kettőt, de vegyük ezt külön. Tehát a kardinális T-kvadrátok ugye úgy néznek ki, ez egyébként már ott volt a nap Eris, nap-nap Keilonok pozíciónál is, ugye akkor is azt mondtam, hogy ez egy nagyon militáns, nagyon erős kardinális T-kvadrát, itt mások a szereplők, ugye a naphold mellett a Juno és az Eris kapcsolódik be egyértelműen, meg hát a sötét hold, de az Apex, a Mars, ami vezényli ezt a teli holdat, uralja ezt a teli holdat. És a Mars ugye a háborúnak, a hadisten, a háború istene, a verekedés istene, ha megnézed a mitológiáját, ugye Árész, a római mitológiában pedig Mars, ugye a görögöknél Árész, nem egészen ugyanolyan a kettő, tehát Árésznak nincsenek templomai érdekes módon, csak szentélye van egy darab. Marsot viszont tisztelték a légiósok, tehát a Mars egy sokkal emelkedettebb isten, de attól még akkor is a pusztítás és a háború istene, és ez van az Apexen, ez mozgatja ezt a teli holdat. Tehát ez a tapintható feszültség a világban, ez sajnos hát a téli időben abszolút látható. Nézzük meg a transzcendens égi testeket, pontosabban csak a Marsot fogjuk most megnézni, mert a másik alakzatban fogom megmutatni a többit, és a Marsot most már így hagyjuk, ez egy rák Mars, ugye egy kicsit ilyen nyávogó, hisztis Mars, bárkire is vetítjük ezt le, tehát itt tényleg az érzelmek korbácsolódnak föl, és két transzcendens égi testet találsz ott, az Archimédeszt, ugye, aki a felfedező, a Heuréka effektusnak a birtokosa, és a Polluxot, ami pedig az ikrek csillagképnek a bétája, és a szenvedőművész szimbolizálja. Tehát Pollux a szenvedőművész, hát ki kéne szenvedni valamilyen megoldást, tehát láthatóan ez nem igazán sok embert hat meg, és rettenetes az a pusztítás. Tehát hogy tényleg nem az oroszoknál, ott nem fog egy generáció hiányozni, de az ukránoknál kettő. Az ukránoknál egyrészt most már az ilyen öreg katonákat hívják be, tehát az 40 és 50 közötti férfiakat, a másik pedig az, hogy gyakorlatilag a fiatalok azok vagy elmentek nyugatra, vagy ott maradtak a harctéren, tehát valami egészen rettenetes, döbbenetes dolog ez, hogy a 21. században egy ilyen mocsok, undorító dolog itt az Európai Unió szemelátára legyen. És mit csinálnak, ahelyett, hogy békét próbálnának teremteni? Tüzelik, pénzelik, öntik vele a mi pénzünket a lefolyóba. Érdekes módon, kedves liberális barátaim, te benneteket ez nem zavar? Tehát ti csak mindig a másik oldalnak a pénz pocsékolását, meg a mi adónkból, meg a mi pénzünkből, hát basszus, ez is a mi pénzünk, és fegyverre költik, gyilkolásra költik. Gondolkozzatok már néha el, egy picit kerüljetek már ki a buborékotokból, és hagyjátok el. És néha nézzétek meg, beszéltek másra is. Ez a téli idő nem alkalmas rá, tehát most elkezdesz beszélgetni valaki mással a másik oldalról, akkor egyből egy fejbe fogod verni, vagy ő fog téged fejbe verni, tehát nem most, de hogy ez a teli hold ennek a hatása elmúlik, akkor léci, ülj le, és próbálj megbeszélni dolgokat olyanokkal, akik másképp, más szemszögből látják a dolgokat, okosabb leszel. Hidd el nekem, hogy okosabb leszel. Itt egy karmikus dobogó, aminek a tetejére akár fel is állhatnánk. Ugye a dobogók azok olyanok, mint a trapéz, csak nagyon szűkek, mert az oldaluk az 30 fok. Magyarul a trapéz, ugye, mint színpad, azért a színpadra állás az igényel némi erőfeszítést általában tőlünk. Ez viszont annyit jelent, hogy gyakorlatilag fel tudsz lépni rá. Mitől karmikus ez a dobogó? Attól, hogy a nap-hold oppozíció, tehát a teli hold feszültsége, belülről még ráadásul karmafényszögekkel is növelődik, de a teteje egy trigon. És az áldás, az Uranus Vesta trigon hozza nekünk. Ugye az Uranus a robbanásszerű változások, káosz, anarchia, szabadságvágy, a Vesta pedig a fókuszáló képesség. Tehát rá kéne fókuszálnunk, hogy hogyan tudunk kiszabadulni ebből a szarból, amiben belelögdöstek bennünket itt a világurai. Tehát ez a dobogó a megoldás tulajdonképpen valahol. És ez ugye a maga az állás, az 25-27 fok környékén van, tehát láttátok, hogy ugye az előző az 23-25 fokon, tehát azért nem raktam egybe a kettőt, mert a 23 és a 27 fok között 4 fok Orbis van, az már alakzatban nem működik. Tehát amikor tehát fényszőként ott van, tehát mutathatnám a fényszőképet, sőt, hát ott van az első kép, nyugodtan nézegessétek meg, ott kirajzolódnak a fényszögek, de nagyon fontos értenetek az alakzatoknál, hogy ez gyakorlatilag akkor lesz,
akkor lesz alakzat, akkor lesz fényszőkép, hogyha záródik, és akkor záródik, a 2 fokon belül vannak az állások, és a tengelyeknél, tehát a nem sugárzó testeknél pedig 1,5 fok az orbisz, tehát nagyon-nagyon szűk. Jó, tehát ez a karmikus trapéz alkalmat ad arra, hogy a végén ráfókuszáljunk a változásra, és a változás például az, hogy ezt a stagnáló, felülő vérszivattyú háborút talán a tárgyalóasztalnál, ugye mérleg nap, nap-júnó együttállás kellene megoldani, és nem tovább szítani a balhét és a drasztikusan megváltozó külső körülményeket még jobban feltüzelni. De és akkor nézzük meg a transzcendens égi testeket, most már ugye itt a Mars nem szerepel, tehát rákoncentrálhatunk a teli holdra. A nap-júnó együttálláson ott van zéro, a nulla, a semmiből élés képessége, vagy a semmiből teremtés képessége, veritas, az igazság, ami a mérleg szempontjából borzasztóan fontos, mert a mérleg nem csinál más, csak állandóan próbálja az igazságot megtalálni, és addig csupaszítja le a tényeket, de addig, addig farigcsálja, addig próbálja megtalálni az egyedül üdvözítő igazságot, hogy végül mindenki megharapszik rá, és mindenki elküldi a francba. Mert ugye ő nagyon objektív szeretne lenni, nagyon-nagyon PC szeretne lenni, és éppen ezért sérti vérig a másik felet, ami abszolút, ugye nem veszi figyelembe az érzelmi töltést, hát a mérleg nem is tudja az érzelmi töltést, ugye egy tárgyról van szó, aminek nincsenek érzelmei, ráadásul levegős egy, ami szintén ugye érzelem és értelem egymást kölcsönösen kizáró pszichológiai módozatok. Tehát ez a két aszteroida van, ugye, és a két gyönyörű álló csillagunk is van, tényleg gyönyörűek, ez itt a saving grace. Tehát ha van valami, ami ebben a képletben, ami egy nagyon militáns, nagyon durva, nagyon nehéz képlet, ugye azzal a T-kvadráttal, a kardinalitás, amúgy is indító erőt, kezdeményező készséget biztosít. Na, gyerünk, háborúzzunk már egy jót, olyan régen volt már világháború, hát csináljuk. Tehát körülbelül ez a, és szoktatják hozzá az embereket, és beszélnek a világháborúról, és beszélnek az atomháborúról, hogy mit lehet csinálni egy atomháborúban? Semmit, megdöglünk, ezt értsétek meg, nincs olyan, hogy a föld alá megyek egy bunkerba. Tényleg? Mennyi időre? 2 évre, és utána följövök, és meghalok sugárfertőzésben, vagy 5 évre, vagy 10 évre, 10 évig akarsz a föld alatt bújni, napfény nélkül, minden nélkül, hülye vagy? Tehát ne, most nem neked mondom természetesen, hanem a kretén idiótáknak, akik azt hiszik, hogy milyen jó lesz majd túlélni a bunkerben, és bunkereket építenek, csilliárdokért, és berakják a konzerveket, 10 év múlva minden konzerv megrohadt, könyörgöm, miről beszélgetünk? Minden gyógyszer elfogy, te meg meghűlsz, te meg ja, Istenem, néha szeretném felpohozni az embereket, de tényleg annyira jó lenne egy kölcsön, vagy veszek egy szívlapátot, és majd azzal fogok hadakozni. Na, verbálisan úgy is tettem. Szóval, a spika a szűznek az alfája, egy csodálatos csillag egyébként, a szűz keze, a tápláló, kenyért adó keze, ugye a kalász, ahogy ábrázolni szokták, ez egy, az egyik legcsodálatosabb csillag, majd rögtön megmutatom, hogy hol van. Az Arcturus pedig az ökölhajcsának az alfája, és ez egy nagyon érdekes világ, mert ide küldik azokat a lelkek, ide viszik igazából, ide terelik azokat a lelkeket, akik nagyon fiatal gyerekkorban, vagy fiatalkorban olyan abúzus szenvednek el, amiben belehalnak. Tehát ez egy ilyen nagyon erőteljes gyerek lélek gyógyító csillag. A hold, Eris, sötét hold együttálláson pedig ott van Fortuna, a szerencse csillaga, ugye a szerencse istennője, és Valhalla, az istenek csarnoka, ahol mi történik, ahol megbeszélik a dolgokat. Tehát itt pontosan ez az, ami hiányzik, hogy beszéljük már meg, üljetek már el ahhoz a, nem mondom, majdnem mondtam csúnyát, tárgyaló asztalhoz, és tessék már elkezdeni tárgyalni, hát nem vagytok normálisak. És az Uránuszon ott van még mindig Algol, ugye a Perseus bétája, a legnegatívabbnak tartott álló csillag, de ahogy sokszor elmondtam, csillag nem hozhat rosszat, copyright, ugye az asztrozófusok, majd csak kimondom, ugye, tehát ők mondják mindig ezt, hogy csillag nem hozhat rosszat, teljesen igazuk van, maximum rosszul használjuk őket. Ez egy nagyon erős női beavató iskola, egy női misztérium iskola, ahol a nőkből erős nőt faragnak. És most éppen az erős nők azok szövetkezni kéne, de hát nem úgy sem engednek bennünket oda ahhoz a bizonyos tárgyalóasztalhoz. Na jó, itt van a nap, Spica Arcturus 3-as, és ezért mondom nektek mindig azt, hogy két dolog. Az állócsillagok pozícióját érdemes megtanulni, mert sehova nem mennek 72 év alatt, 1 fokot haladnak, tehát hogyha van egy táblázatod, én a saját tanítványaimnak adok minimum 40 csillagról egy alaptáblázatot, de akik aztán tovább járnak, azoknak még 80 csillagról is adok,
ahol ott vannak a 2000-es pozíciók, ahhoz képest fél-fél fokot haladhatsz előre az időben, vagy visszafelé, mert ugye 72 év alatt fél fokot változik a pozíciójuk. De felejtsétek el, két dolgot felejtsetek el, hogy azt mondjátok, hogy konjunkció, nézzétek meg, a spíka valóban nagyjából együtt áll a nappal, mert egy állatövi csillag két csillagáról van szó, de az Arcturus egy északi csillag a büdös életben nem fog soha együtt állni, ugye az ökörhajcsár a nappal. Nem fog. Nem tud ott lenni a nap, csak egy vonalban, méghozzá az állatövi, ugye hosszúsági fokkal egy vonalban áll éppen a nap. Tehát ez az egyik, hogy ne használjatok lehetőleg konjunkciót, hanem egy vonalban állást. A másik pedig felejtsétek el az összes többi fényszöget, mert nem tudnak fényszöget alkotni, nem a naprendszer részei, nem az állatövön vannak, úgyhogy tök értelmetlen, akkora baromságokat tud egy-egy asztrológiai iskola hát állítani, meg egy-két ilyen példművet valaki, aki nekem trigonban áll a Szíriusszal a napon, nem tud trigonban állni a Szíriusszal a napon, egy vonalban tud állni, még együtt állni sem tud. Na jó, kész. Tehát ez a két álló csillag van most éppen, mondom, ez az áldás, alapvetően ez az áldás, tehát azt mondhatjuk, hogy gondoljunk a tápláló jövőre, spíka, ne tegyük tönkre a mezőgazdaságot, ne tegyük tönkre a földet, ne tegyük tönkre az életterünket. És az Arturus pedig, hogy gyógyítani kéne azokat a lelkeket, akik ebben a háborúban beleszakadtak. Alapvetően, és ezekre kéne gondolni, és a jövőre kéne gondolni. És akkor még megmutatom az Algolt is, mert azzal se tud semmi együtt állni, az is egy nagyon északi csillag. Az Uránusz, ami egyébként most az északi féltekén látható, tehát az égi egyenlítőtől északra, de nézzétek meg, hogy mennyivel följebb van az Algol. Ugye az Algol a Béta Perseus, tehát a medúzának a szeme, aki, tehát egy ilyen nagyon érdekes csillagról van szó, azért tartották gonosz csillagnak, Algul, arabul annyit jelent, hogy a démon, tehát a démon csillag, mert ilyen fura, hunyorgó minőség, ez egy kettős csillag, 62 órás keringési periódusuk van, és amikor bizonyos állásokban nagyon erősen hunyorog a maga a csillag, egy nagyon pulzáló, tényleg egy félelmetes csillagról van szó, tehát ilyen szemmelverés jellege van az egésznek, de nem tud gonoszságot hozni. Ez egy erőt adó csillag egész egyszerűen. Aztán azt az erőt persze lehet rosszra is használni. Az már viszont az emberi szint, a saját döntésed, a szabad akaratod általi minőség. És akkor van még egy saving részünk, amit szeretnék nektek megmutatni, még pedig egy részben anoretikus harmónia háromszög, ugye a Vénusz, ami a Skorpióban exilben van, tehát a saját jegyével, ahol hatalomban van ugye a bikával szemben, és erre mondtam azt napokkal ezelőtt, meg talán egy hete is, hogy igen, a Skorpió Vénusznak van egyfajta ilyen, hát egy kicsit ilyen kurtizán jellege, egész egyszerűen azért, mert a karmasztrógia tétele szerint egy exilben lévő bolygót nem saját magunk számára, hanem mások számára tudunk felhasználni. Tehát ez lehet a prostituálódás, akár pénzügyileg, akár fizikailag, és ez a Vénusz most éppen meg van akadva, ugye már lép tovább, már másnap ott lesz a nyilasban, ez 29 fok alányon van, de ezáltal létrehoz egy szextilt a Plutóval. És a Neptunusszal is egy picit tág, mert a Neptunusz 26-27 fokban, ez meg 29, de azt kiszámoltam, hogy pont 2 fokon belül van még az állásuk, tehát én elfogadom. Az igazság az, hogy különösen azért is, mert a Vénusz-Neptunusz trigon az egy gyönyörű harmónia trigon, hiszen a Vénusz magasabb oktávja a Neptunusz, ugye a Vénusz a fizikai szerelem, a hétköznapi emberi szerelem, a Neptunusz pedig a felsőbbrendű isteni szeretet, a feltétel nélküli szeretet, és akkor a két szerelem szeretett bolygó tudja most azért a hatását kifejteni, és a Plutó van az apexben, tehát a csúcsszögben, elve a harmónia háromszögek baromi jók, nem annyira lusták, mint egy átfutó trigon, hiszen a szextil megmozgatja az energiákat, hiszen egymást tápláló, egymást kiegészítő jegyek alkotják a 60 fokot. Ugye itt jelen esetben víz és föld, nagyon pontosan tudjuk, ugye ezután a 2,5 hónapos iszonyat szárazság után teljesen tisztában lehetünk azzal, hogy bizony a föld víz nélkül kiszárad. A sok víz, lásd, árvíz, az viszont föld nélkül ugye cunami lesz belőle, vagy hát lavina lesz belőle, sárlavina árvíz lesz belőle. Tehát egymást kell, hogy táplálják. És ezt nagyon szépen láttuk ezen a nyáron és ezen az őszön, hogy ez mennyire igaz. A Vénusz-Plutó fényszögeket Judy
Hol a mesterem érzelmi fekete lyukaknak nevezte, tehát hogy azt érzi az illető, hogy soha nem fogok elég szeretetet kapni. Ez egy szextil, tehát nem arról van szó, hogy elnyelődik a szeretet rögtön, és utána szenvedek, hanem egész egyszerűen nagyon sokat teszek azért, hogy engem szeressenek. Tehát egy szextil az mindig a lehetőségeket hozza oda, tehát ez a fekete lyuk nem tud fekete lyukká válni, mert én annyi mindent teszek, hogy ezzel szépen tömöm, és akkor áramlik oda az energia. Így néz ki, és ugye látjuk azt, hogy itt is van néhány transzcendens égítés. Érdekes a Vénusz szempontjából, hiszen Hidalgo, ugye a mexikói háború egyik hőse, Szekmet, vagy Sekmet, az egyiptomiaknak az oroszlán istenője, a perzselő, aki parazsat eszik. Szeto a toxikus érzelmek, ez azért remek, mert a Vénusz a Skorpióban pont a toxikus érzelmeket is leírja, és a Toliman, ami a Kentaur csillagkép alfája, az egész Kentaur csillagkép, ami egyébként egy déli csillagkép, gyönyörű ragyogó csillagai vannak, de soha büdös életben innen, Európából soha nem fogjuk látni. Minden esetre az egész Kentaur csillagkép Keiron, és éppen ezért a karmikus sebeknek az egyik gyógyuló minősége. Ezen kívül is az Atolimán a legerősebb, teljesebb gyógyuló minőség, tehát ott van még mindig ez a gyógyulás lehetőség, méghozzá miből? A toxikus érzelmekből való gyógyulás lehetősége ezen a megakadt Vénuszon. És akkor a Pluton ott van, Zeus és Harmónia, tehát a főisten és a teremtő erő, a harmónia teremtő ereje, és a Neptunuszon pedig ott van a tengeristenlő Tétis. Hát Neptunusz és Tétis szeretett volna összeházasodni, de Zeus nem engedte nekik. Zeus is itt van a meséből. Zeus azért nem engedte nekik, mert azt akarta, hogy nehogy, tehát pontosan meg akarta akadályozni, hogy erőteljes gyerekeik és hatalmas gyerekeik legyenek, mert az ő hatalmát veszélyeztette volna, tehát nem engedte meg nekik, és ezért Tétisnek egy halandóhoz, Péleuszhoz kellett hozzámennie. És egy érdekes, az egész legenda nagyon érdekes, majd nézzetek utána, erre most nincs időnk. Tehát, vigyázzatok magatokra, légy szíves. Ez tényleg egy nagyon militáns, nagyon durva telihold. És ahogy mondtam, a teliholdak a beteljesülésről szólnak, és ahogy ugye hallgatjuk ezt az eszkalációs spirált, amiben tényleg már minden benne van, már mindenhez toktatnak bennünket hozzá, azon kell elgondolkodnunk, hogy tényleg hagyjuk-e. Tehát tényleg engedjük-e, hogy a kretén idióta vezetői a világnak, akik teljesen felesleges hulladék emberek, mondjuk ki. Nézzetek körül, pojáccák, csalók, katasztrófa, és erkölcs nélküli buta tahók. Hogy ezek belesodrolnak-e bennünket valamibe, vagy pedig mi emberek azt mondjuk, hogy állj, és itt elég, és ne tovább. Tudom, hogy nem tudtam nektek túl jó hírekkel szolgálni, mindegy, rajtunk is múlik, teljesen rajtunk is múlik, higgyétek el. A legrosszabb, amit tehetünk, az, hogy egymás ellen fordulunk, és egymással veszekszünk. De meg fogjátok figyelni, hogy igen, sokkal militánsabbak lesztek, már eleve, tehát ez már az elmúlt napokban is, ez abszolút érezhető, ez a feszültség, ez az emberi kapcsolatokban is, hogy másképp reagálunk dolgokra, vagy elsírjuk magunkat, vagy nagyon dühösek leszünk, vagy bezárkózunk, megsértődünk. Egy nagyon-nagyon kedves ismerősöm, aki most már elég idős, veszett össze most azzal, aki a leginkább támogatja. Egészen elképesztő módon mindenhonnan letiltotta. Képzeljétek el, telefon, mert mindenhonnan letiltotta, nem is tudom, hogy tudta megcsinálni, 80 pluszos a hölgy. És tulajdonképpen jelezte ezzel azt, hogy ő nem kívánja a segítséget. És méghozzá ilyen nagyon militáns, nagyon durva módon jelezte. Úgyhogy nagyon érdekes időket érünk, ezt a mondani. Igen, ahogy mondtam, ez a legnagyobb kínai játok, és vigyázzatok egymásra, meg magatokra. És ne kezdeményezzetek különböző harcokat, mert az a baj, hogy tényleg el tud fajulni. Most el tud fajulni, hogy vigyázzatok magatokra. Ha tetszett, akkor először köszönöm, hogy meghallgattál, ha tetszett, nyomj a lájkot, ha nagyon tetszett, akkor légy iratkozz fel a csatornára, próbáld ezeket így közvetíteni. Jelentem, a TikTok nézettségem beérte a YouTube nézettségem. Tehát egyszerűen azt mondom, hogy ilyen nincs, tényleg nincs. Tehát az, hogy én 5 éve dolgozom a YouTube-on, és tényleg elképesztő mennyiségű munkát és energiát rakok bele, és vagytok nem egészen 17 000-en, hát most már kb. 17 500-an, hát nem tudom, tehát ilyen nap van, hogy naponta 50 meg 100 emberrel növekszik, persze
nem ennyien nézik, tudom, de hát ez itt se, tehát itt lehet látni, mindig látom a számokból, hogy mondjuk fel van iratkozva mondjuk majdnem 17 ezer ember, és megnézi mondjuk 3-4 ezer ember. Az is nagyon nagy dolog, tehát én nagyon hálás vagyok, félrejétsétek csak. De van olyan TikTok videó, amit 80 ezeren néztek meg. Jó, lehet, hogy így átpörgették, tehát ezt se tudom, nem értek hozzá, csak a döbbenetes az, hogy odaállok és ugatok valamit 3 percig, az 10-szer annyi nézettséget kap, mint amit rendes munka, tudás, energia és figyelem van. Ez azért nagyon érdekes körképet ad a világról. Szóval, küldje nekem szírszarokat, mert azt tudjátok, az generálja a forgalmat, és küld el az ismerőseidnek, és vigyázz a szeretteidre. Ez a legfontosabb. Köszönöm, hogy meghallgattál. Szia!